A 2023-24-es tanévben a korosztályban 34 fiú és 150 lány csapat nevezett. Közülük a legjobb 8-8 együttes az elmúlt hétvégén Nyíregyházán döntött el az érmek és a helyezések sorsát. Én mindenféleképpen jó döntésnek tartom, hogy megpályáztuk ezt a rendezvényt, hiszen a 16 csapat nagyszerű játékot produkál a pályán, és a szurkolók igazán kitesznek magukért. Amikor délelőtt megérkeztem ide a csarnokhoz, kiszálltam az autóból, és már a parkolóban lehetett hallani a dobokat és a kiabálást. Nagyon jó a rendezvény, nem tudok mást mondani. Konkrét elvárásokat nem támasztottuk a vármegyei csapatokkal szemben. Az elsődleges cél az volt, hogy jól érezzék magukat a játékosok, és hogy jó meccseket játszanak ők, és jó meccseket lásson a közönség. Természetesen a vasváris lányok ugye a múltjukból adódóan ők jobb eredményre voltak predesztinálva, tulajdonképpen ezt hozzák is, hiszen jelen pillanatban is döntőt játszanak. A vasváris lányok végül vereséget szenvedtek a döntőben a balatonfürediektől, de az ezüstéremmel sem volt elégedetlen Szekér Lászlóné testnevelő. Én a megnyitóval kezdeném, alpolgármester úr azt mondta, hogy legyenek ezek a gyerekek büszkék, hogy bejutottak az ország legjobb 8 csapata közé, és ez legyen példaértékű. És én azt mondom, hogy ez a tornán, ezek nekünk, ez példaértéket hoztak a lányok, hiszen a szív, az együtt, a csapatküzdelem megmutatták, hogy hogyan kell harcolni, és én azt mondom, hogy ez példa, legyen példa a többieknek, nagyon büszkék vagyunk a lányokra, gratulálok nekik, köszönjük a szülőknek a szurkolást, és én szeretném megköszönni Erdősné Balogh Erikának a munkát, amit ezekkel a lányokkal elvégzett. A fiúknál a Széchenyi csapata körbeverések után a negyedik helyen végzett csoportjában, majd a helyosztó vereséget szenvedett, így a nyolcadik helyen zárta a tornát. Ahhoz képest, hogy a csapatunkban a fele legalább B kategóriás játékos, tehát nem igazolt játékos, és szerintem talán még egy-két csapatnál van ez a helyzet. Ahhoz képest én meg voltam elégedve, főleg a szombati és a vasárnapi játékkal. A Svetics ellen 3-0-át játszottunk, de ez a 3-0 ez egyáltalán nem tükrözi azt a játékot, amit mutattunk, ugyanis 20 pont fölé jutottunk mind a három játék részben, és 2-3 pontokat kaptunk ki. Egyébként maximálisan elégedett voltam, főleg annak fényében, hogy folyamatosan tudtunk javulni, és a végére már közönség szórakoztató és kemény, és olyan játékot nyújtottunk, amit én is elvárok a csapattól, és szerintem itt a játékosok is saját maguktól. A versenybizottság elnöke elégedett volt mind a szervezéssel, mind a színvonallal. Azt gondolom, hogy egy impozáns környezetben sikerült hozni ezt a döntőt. Nyilván ez a diák sport, illetve a röplabda egyik ünnepe, úgyhogy ennek megfelelően, ahogy a hangulat is mutatja, rengeteg néző van, akik szurkolnak itt a helyieknek, illetve nyilván a távolabbról érkező csapatokat is elkísérték. Úgyhogy a tapasztalatok egyelőre pozitívak, és mivel már csak egy-egy mérkőzés van vissza, azt gondolom, hogy ez nem is fog változni. A vasvári csapata az ezüstérem mellett egy egyéni sikert is elkönyvelhetett, ugyanis Tornai Jankát választották meg a torna legjobb előkészítő játékosának.